Sziasztok! Ebben a vlogban Törökországig repülünk, és azt mutatom meg, hogy hol nyaralnak a sztárok, illetve hogyha mi úgy szeretnénk nyaralni és kikapcsolni, hogy ők, akkor milyen hekjeink, trükkjeink vannak. Kezdjük el! Utazunk méghozzá nagyon különlegesen. Szóval megnézzük, hogy hol nyaralnak sztárok, mint mondjuk Will Smith vagy a Kardashianek, sőt megnézzük azt, hogy nagy vállalkozók hova mennek még pihenni Törökországban. Most meg a C szinten vagy C részben vagyunk, ami szerintem egy tök új dolog, ezt én még nem is láttam. Megyünk a repülőhöz, induljon a vlog! Értitek már a gondot? 12:45, 50-kor kéne, hogy menjen. Késik, és van egy átszállásunk, ami kb. Egy óra. Reméljük, elérjük. Ahogy látom, a baj, hogy itt nincsen gép. Hol a gépünk? És már Isztambulban is vagyunk, behozott a gép amúgy az 50 perces késésből 35, és eltem először Törökország és Isztambul, de így is elég necces a csatlakozás, és ami nagyon jó volt, hogy volt egy külön sorunk, amiben vártak minket és szóltak. Szóval megérkeztünk, még 10 perc késés is van, ott van, utazunk, vegyünk tovább. Meg is érkeztünk, remélem itt van a transfer, meg hogy milyen névre jött. Tartsatok ki, mert mindjárt el tudom mondani nektek a többi érdekességet. Most nézzük meg, hogy itt van-e a transfer. Hát a transfer, nem tudjuk hol van, a hotel legalább látta, hogy van rezervésünk, és majd visszahívnak, hogy mi fog történni, amúgy meg itt meg bevinnének máshogy is. Hát ezeket a komplikációkat nagyon nem szeretem. Selectum Luxury Resort. Na, hát egy random furgonban vagyunk, ami kb. Úgy néz, hogy a transferünk nem ért ide, és ott állt valaki egy névvel, várt megkezd, hogy mi van velünk, hát hogy hát akkor elvisz minket. De most egy utat belgondolva azért, ez elég friki, hogy azt se tudjuk, hol megyünk, mi történik, de hát reméljük a legjobbakat, remélem a hotelből fogunk most beköszönni. A hotelbe megérkeztünk, és nagyon jól néz ki, de most el kell intézzem pár dolgot. Hogy van az, amikor felveszed a nevem? Na, ne csinálj! De ne! Jaj, te vetted fel az én nevemet! Szabó Péter, ez tetszik! Hát, mi? Úgy kell, aha, hogy ne! Hoppa, na, látod, itt tudod a rendet! Sőt, igazából mindenki felvette a nevet. Mindenki Szabó! Mindenki Szabó! A legjobban megérte az, hogy nem volt meg a transfer, mert ezt figyeljétek. Ez az nyomd! Van egy ilyen zuhi, ez már egy room tour. Nézd, azért van tükrünk. Van egy tükör. Egy ilyen duri. Hoppika. Ó, kaptunk kis borocska. Inkább ide, gyere! És hát valahova. Ollalá! És egy zsakú! És egy zsakúdzi! Te tudtad? Én tudtam. És itt napozhatunk. Mondom anyának, nézd már napálja, magán napálj! Nézd már zsakú! Nézd már tenger! Hol van? Ez pedig lehet, hogy Napóleonnak készítették be. Hát itt meg van még egy, lehet dohányozni. És mi a koncepció? Az, hogyha összeveszünk, akkor te itt tudsz a dohányzóba kuporogni, én meg ott napozom a másik részben. Amíg te meg a jacuzziba, meg mindenbe vagy. Igen, szerintem ez alap. Nagyon jó. És már reggel is van, megmutatom a kilátást reggelre. Hello! Szeva, és a másik? És itt a napozás, bent ugye az ágy, és a jacuzzi.
most nézzük meg, hogy milyen lent. És itt készülünk az előadásomnak a főpróbájára. Na jó, nem, most itt nincsen, de van, szerintem én adok elő, de... Na ilyen lent, és ezek azok az ágyak, amikre teljesen el vagyok kattanva. Amúgy meg innen így néz ki a hotel. És a tenger. Biztosan sokan várjátok, hogy a sztárok hova mennek és mit csinálnak, és ígérem, el fog jönni. Most kezdeném inkább a vállalkozó, sikeres embereknél látható dologról, ez pedig maga az inspiráció, vagy hogy miként tudnak kiteljesedni. Korán sem úgy, hogy mondjuk orosz vagy amerikai, vagy nagyon világsikeres vállalkozóként gondolnék magamra, de már többször elmeséltem blogokba, hogy engem, ami nagyon tud feltölteni, és egy ilyen produktív, brutál tudatállapotba hozni, az a víz, és főleg úgy, hogy ha jó idő van, és a vízben van a napozó ágy. Ne kérdezzétek, hogy ez miért van így, de egyszerűen itt, úgy, hogy látjátok, hogy hogy dolgoztam, szuper, két cikket megírtam nagyjából egy óra alatt, és most még fogom folytatni, az egyik szájtba értem el. Köze van valamilyen könyvhöz, de még nem amit itt nektek át szeretnék adni, hogy nem véletlen az, hogy azok az emberek, akik sikeresek, tudják, hogy mi az a körülmény, ami kiváltja belőlük kvázi egy ilyen triggerként, egy ilyen pavlovi reflexként azt, hogy na igen, ha én ezt csinálom, akkor menni fog. Ez lehet egy környezet, mint amit most mutattam, de lehet egy valamilyen szokás vagy rutin. Talán Hemingway mondta, de több író is így gondolja, hogy semmi más nem csinál reggelente, akkor is, ha nincs kedve írni, mint hogy leül írni. Maximum lesz kétszer oldala, ötszer oldala, vagy semmit nem ír, de akkor is az az idő, az arról szól, és ezzel a rutinnal az év végén azért elég sok mindent el lehet érni. Na most meg dolgozok tovább. Szerintem a sztárok nagyon keresnek, az a privát szféra. Lehet, hogy ugyanabban a hotelben mennek, ahova mondjuk te vagy én is el tudnak jutni, de lakosztályba, vagy mondjuk, hogy itt is látjátok, van egy elég nagy saját teraszunk, ahova alig lehet belátni, és pont ez a jacuzzis rész is olyan, hogy senki nem lát be nekünk, viszont van egy nagyon jó kilátásunk. És nyilván nekik ez kb. Jár, meg nem is kérdés a pénz, amit viszont mi megtehetünk, földi halandók, az az, hogy mondjuk nem a legnagyobb főszezonban jövünk, és amikor foglalunk, megnézzük, hogy milyen lehet a hotelnek a terítettsége, tehát hány szobában vannak, mennyiben nem, és ahogy idejövünk, találjunk valami problémát. A mi esetünkben ez a transfer tökéletes volt, és amikor becsekkoltunk, akkor érezte is rajtam ezt a recepciós, és a legegyszerűbb, amit amúgy meg tud tenni, hogy azt mondja, hogy upgrade-el minket, és magától is mondta, nem is kellett kérdeznem azt, hogy van-e jacuzzi szoba, és meg is tudtuk kapni. A másik, hogyha meg ezt nem ajánlja fel, akkor megkérdezzük, amikor már itt vagyunk, hogy hello, ha mondjuk van Instagram profilotok, vagy néhány videót feltöltök, megmutatjátok, látja a gépet, csináltok rá egy jó kis vlogot, pár fotót odaadjátok neki, tehát bármi kreatív, amihez ti értetek, próbáljátok meg, hogy az nekik értéke, hogyha ide tudja rakni. De ezt lehet, hogy csak egy szülinapot mondtok, vagy azt, hogy egy évfordulót ünnepeltek, bármi, és nem a főszezonban, és lehet, hogy egy olyan klassz kis helyet tudtok találni magatoknak, mint valamelyik sztár. Ja, és hogyha jól tudom, akkor pont Nicole Kidman kattan arra, hogy ilyen elzárt jacuzzis, de kilátásos helyen legyen. Most lemegyünk a partra, de előtte kicsikét rendbe kéne rakni itt a szakállamat. Így esetleg? Esetleg ilyen Wolverine-es, metalikás stílusban? Nem. És a pubertástom szelek, magnum? Nem. Na, szerintem így mehetünk a partra. Indulás.
Na, a másik dolog, ami szerintem keresik az emberek, az az, hogy milyen gasztronómiai élményeket kaphatnak. Törökország ugye rengeteg az all-inclusive, super all-inclusive, ultra all-inclusive szálloda, ami persze papíron nagyon jól hangzik, de minél minőségibb, minél különlegesebb dolgokat szeretne az ember, annál inkább nem azt fogja kapni. Tehát itt azért tapasztaljuk azt, hogy kértünk például egy mojitót, arról éppen elfelejtettek szólni, hogy se rumjuk nincsen, sem, ezt figyeljétek, szénsavas ásványvízük, úgyhogy mojitó címen, anélkül, hogy szóltak volna, kaptunk vodkát, Sprite-tal, és oda tolták el, mondom, ez nem az, annyi van, hogy sorry. Úgyhogy nagyon kell válogatni azt, hogy milyen helyen vagyunk, megnézni, hogy az a gasztronómia milyen, és amúgy is a legtöbb all inclusive-ban van olyan, hogy à la carte éttermek, tehát amit természetesen nincs benne az all inclusive ilyen büfé és all you can eat-es dolgokban, hanem külön fizetsz azért a prémium italokért, prémium ételekért. Feltehetőleg nem a legtömegszállásosabbnak tűnő büfé all you can eat-es helyeken fogunk sztárokra bukkanni. És így csináljuk ezek a fotók, amikor beáldozod magad, hogy ilyen pózokba vagy, és várod azt a rohadt hullámot fél órán keresztül. Ez pedig az, hogy milyen áldozatot hoz meg az ember, nem? Kértünk, úgyhogy most megyünk be a városba. Takeaway aperol. Ül egy pár balt, megmondták, hogy dobjuk ki. Hát ez így elég furi. Na most megyünk Belekbe, és mindjárt ott is vagyunk. És itt vagyunk Belek, főváros. Fővárosában, az belvárosában, nézzétek meg. És most egy meccsetbe mentünk be, amit láthattatok, és itt, ami meg mögöttem van, ez konkrétan a lábmosó, amit ima előtt kell használniuk, meg a meccset teteje. És ha van tippetek, hogy milyen sztárok, akik elmentek ilyen meccsetekbe, akkor írjátok meg. Még egy nagyon egyszerű módja annak, hogy úgy tudjunk kinézni vagy öltözködni, mint a sztárok, hogy eljövünk ide a bazáros részekbe, igazából a fölsétáló utcákba, és megvesszük mindazt, amikben ők járnak. Hát ők lehet, hogy nem pont innen veszik vagy kapják, de van minden márka, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, amit csak szeretnétek, elképzelhetitek, nézzétek meg! Givenchy, Dolce Gabbana, hát mindenki maga dönti el, hogy mi az, amit szeretné, vagy hogy legyen. Most bementünk egy ilyen boltba, és annyira durva, hogy kaptunk teát. Nagyon finom, de ami meg ennél is durva, mindenki nagyon kedves, de lent durva, hogy beszél magyarul az úr. Figyeljetek, most próbálunk. Jó, nem? Jó, nagyon jó. Nagyon szép. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Tényleg eszméletlenek ezek a helyek. Most itt feljöttem valahol, és én nézzétek meg, táskák körül megyek. Hát ez nem a Champs-Élysées és nem a Párizs legszebb utcáin lévő butikok, de ha valakinek ez az álma, hogy úgy nézzen ki, és olyan dolgai legyen, mint a sztároknak, akkor Törökországban nagyon olcsó áron biztos, hogy megtalálja. Meg kell, hogy állítsam a vlogot ugyanis. Egyrészt már látom, hogy nagyon hosszú, ahogy így editálom éppen, másrészt még képzeljétek el, hogy kitörlődött a vlog utolsó része, ezt egy másik videóban elmeséltem, hogy a memóriakártyám tök sok minden letörlődött. De remélem, hogy így is tudtam nektek adni egy betekintést abba, hogy talán hogy nyaralhatnak a sztárok, legalábbis én hogy látom, ahogy nyaralnak. A másik részéről pedig, hogy tudjuk mi hekkelni az utazásainkat, hogy valami hasonló szintet is el tudjunk érni, vagy a közelébe kerüljünk. Hogyha követitek a vlogomat, akkor fogtok látni változást, ez egy jó pár hónappal ezelőtti vlog. Amit mindenféleképpen szeretnék mondani, és kb. Ennyit, hogy köszönöm. Köszönöm nektek, hogy néztek. Ha pedig most találkoztunk először, akkor ez egy üdvözlés, valamitől búcsú, de nektek viszont egy üdvözlet. Köszönöm, hogy végignéztétek a vlogot, és nyomjatok rá a feliratkozás gombra, mellette a csengőre is. Hanem menjetek el Instagramra, ugyanis ott is jövök jó kis tartalmakkal szinte minden nap. Így remélhetőleg még találkozunk, picit más formátumban innentől.
egy álom valahogy változik, átalakul. Sziasztok! Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go, go, go.